Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond és Szeged kapcsolatáról tartott előadást a Somogyi Könyvtár Könyvés Kutatója című szabad egyetemén. Próbáltam most összeszedni, hogy egyáltalán hányszor, hogyan, milyen körülmények között járt ő itt. Ugye az egyik nagy téma az a barbárok témája, aminek tulajdonképpen így valahogy Szeged környékéről jön az eredetie, illetve van egy olyan novella előzmény is, Móra Istvánnak a novellája, ugye Móra Ferenc bátyja volt, amit átdolgoz Móricz Zsigmond, de az nem egy személyes Szegedhez való, hanem egy szegedi történethez való kapcsolat. És akkor utána ő többször jár itt, van Keletnépe est itt Szegeden, illetve jönnek le, ugye Móra Ferenccel van kapcsolatban, illetve leveleket is váltanak, van olyan levél, ami ugye itt van a Somogyiban. Tömörkény Istvánt ő búcsúztatja a Nyugatban, és nagyon szeret ide jönni, tehát nagyon szereti a várost. A Rózsa Sándor írásakor le is költözik az Indóház téren, volt egy szálloda, és akkor ott 10 napig itt dolgozik. Tehát az az idézet, amit kiválasztottam, hogy nem értem, hogy miért nem Szegeden én, az persze olyan, amit ő egy szegedi újságírónak mond, tehát pontosan tudta, hogy mit kell mondani egy ilyen helyzetben. Ennek ellenére valószínűleg tényleg vonzódott a városhoz, például sokat számított, hogy itt a Tisza, amit ő nagyon szeretett otthonról, Tisza Csécséről. Az előadásnak nem csak a helyszínéül, de egyik forrásaként is szolgált a Somogyi Könyvtár, amelynek gyűjteménye őriz Móriczzal kapcsolatos dokumentumokat. Részben én úgy is próbáltam gondolkodni, hogy ugye az itteni könyvtárosokkal egy délelőtt végignéztük, hogy mi van itt, és tulajdonképpen azt is szeretném megmutatni, hogy egyrészt milyen lehetett a tényleges kapcsolat, másrészt, hogy miből tudunk bármit erről a kapcsolatról. Tehát, hogy mik azok a források, ahonnan ezt meg lehet tudni, egy levél, egy képeslap, egy karikatúra, és akkor ez vajon többe, mint bármilyen más magyar városhoz fűződő kapcsolata, és hát azt hiszem éppen a Rózsa Sándor miatt több, mert valóban szövegé is formája, viszont Móricz tényleg azt próbálja meg, hogy ugye a teljes országot, minden társadalmi réteget megmutat, ugye ő maga is mondja, hogy az arisztokrácia az egyetlen, ahol nem nagyon talál fogást, de ő nem csak a parasság írója volt, tehát neki ez, hogy ugye a városi polgárságnak az írója, a Budapestnek, a kisvárosnak, az alföldi városnak, és ebbe kapcsolódik bele Szeged, illetve mint lehetséges olvasóközönség, tehát akár nyugat szerkesztőként, akár Keletnépe szerkesztőként, ezek tulajdonképpen ilyen promóciós körutak is, meg olvasás a buzdítás, mert azért küzd azzal, hogy mennyien olvasnak egyáltalán lapokat, meg könyveket, szóval ez azért ennek ellenére nem egy ilyen nagyon vidám dolog, sokszor ütközik bele abba, hogy hát érdektelenség fogadja őt itt, ott, amott. Móricz Zsigmond és Szeged kapcsolatának legerősebb szála a Rózsa Sándor regény. Ugyanakkor éppen ennek kapcsán Szegeden gyakran fölemlegetik az elrontott őzést. Ez egy elég jól körüljárt történet, bár valóban hallottam, hogy itt Szegeden még mindig legendaként terjedt, tehát ő tényleg megismerkedett Bálint Sándorral, illetve a Bálint házaspárral, és valóban elhatározta, hogy úgy nyelvileg Rózsa Sándort úgy fogja beszéltetni, mintha szegedi lenne, és ugye Móricz nem beszélte a szegedi nyelvjárást, illetve tudjuk, hogy tulajdonképpen egyetlen nyelvjárást sem, ha valamit, akkor a Tisza hátit. Én hallottam rádiófelvételt, tehát ő egyáltalán nem beszélt nyelvjárásban teljesen, hogy átvette a pesti beszédmódot. Tehát ebben segítettek neki Bálint Sándorék, és igazából azért lett rossz végül, ő mindig leküldte folytatásokban a részeket, ugye háborús posta hozta, és egyszerűen annyira fölgyorsultak a közlések, meg már ugye Móricz maga is akkor egyre gyengébb lett, tehát ő nem betegeskedett hosszan, mert agyvérzésben halt meg, de azért az már egy nehéz időszak volt, 41-42, hogy egyszerűen elkezdték egymást kergetni a változatok, tehát leküldte Bálinték, ők elkezdték korrektúrázni, nem ért vissza a változat, de ő már leadta a lapnak, és egyszerűen már nem volt ideje, mert meghalt, a regényváltozatot újra eljuttatni nekik, tehát ebbe a kapkodó háborús helyzetben maradt ez el, de hogyha ez nem így van, akkor szerintem szépen nyugodtan a Bálint házaspár végig korrektúrázza, és akkor rendesen szegedivé válik a szöveg. Móricz számára a nyelv rendkívül lényeges. A tájnyelvi sajátosságok és a történelmi korszakok nyelvezete egyaránt, mint azt az Erdély trilógiában is tapasztalhatjuk.
illetve azt is mondja többször, hogy ő akkor tud egy figurát megfogni, hogyha megvan a nyelve. Tehát, hogy azon keresztül lát egy figurát, tehát nem azt találja ki, hogy hogy fog kinézni, hanem hogy hogy beszél. És hát ez az egész, ami szintén nem legenda, ez az országot jegyzett füzetével járó Móricz, ez is ezért volt, mert mindenhol nyelvi anyagot gyűjtött, tehát mondatokat írt föl, hogy ezeket aztán bedolgozza a műveibe, hogy reálisan tudjanak megszólalni a figurái. Móricz a magyar irodalmi kánon megkérdőjelezhetetlen alakja. Nevét utcák, terek és intézmények viselik, szobrok, emléktáblák őrzik emlékét. Az igazi kérdés azonban az, hogy az olvasók miként viszonyulnak hozzá. Ez egy nagy kérdés, sokat változott is a helyzet. Ugye Móriczal aznak az a szerencséje talán, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy klasszikussá merevedik, de az utóbbi években például a Naplói megjelenésével újra dinamizálódott az egész életmű. És szerencsére ez így most is folyik, tehát mondjuk most a levelezésének kiadása folyik, most már lesz egy digitális kiadás, ugye ötször annyi levél került elő csak az első időszakból, mint amennyit ismertünk. Tehát olyan, mintha alkotó szerző lenne, aki új kérdéseket tesz föl. Egyes művei biztos, hogy nehezebben szólítanak meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy például a Rózsa Sándor tipikusan az, amit én mondjuk tanárként nem merek odaadni, mert nem tudják elolvasni. De vannak viszont olyan szövegei, kisregényei, amelyek korábban nem nagyon keltettek figyelmet, és nagyon maiak tudnak lenni. Amit mondjuk egy házassági válságról el tud mondani, én beszéltem már ilyen biblioterápiás helyzetben Móricznak a házassághoz való viszonyáról, hát a házassági szenvedésről kevesen tudtak többet, mint ő. Tehát, hogy nagyon gazdag az életmű, és mindig elő lehet hozni belőle olyan szegmenseket, amelyek korábban rejtve voltak, de benne voltak abban az életműben. Az irodalomtudomány egy időszakában a szerző alakja elhalványult, és csak a szövegre koncentráltak az elemzők és az elemzések. Ez a felfogás azonban megváltozott, és újra a figyelem középpontjába került az írók, költők személye, egyénisége, sorsa, életének sajátosságai. Móricz egy nagyon életrajzi szerző, tehát ott nagyon jól lehet megmutatni, hogy mondjuk életrajz és szöveg hogyan kerül párbeszédbe, de hát azért az ő magánélete is rejtett ezt-azt, tehát hogy ugye az első házasságáról váltás a másodikra, és az első feleség öngyilkossága az se volt semmi, ugye a Csibe ügy az is újra meg újra hullámokat ver, és ő a saját korának egy celebje volt, azt lehet mondani, mert hogy élt a nyilvánosság eszközeivel, tehát hogy a fotó eszközeivel, a rádió eszközeivel, és talán a tanításnál is sokkal élőbbé tehető, hogyha ezekről mesélünk, hogy mondjuk ő hogyan találta ki a könyvbemutatót, hogyan járt vidékre, és akkor hogyan épített föl egy műsort. Tehát ilyen szempontból ő egy piacról élő, és nagyon mai kérdésekkel küzdő ember volt. A reklámról ír a Nyugatban, hogy az író és a reklám viszonya. Tehát olyan kérdésekkel kellett megküzdenie, amilyenekkel ma is küzd az irodalmi élet. A Somogyi Könyvtár Szabad Egyetemén a korábbiakban is élvezetes előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, Bíró Balogh Tamástól Nagy Illés Jánoson keresztül Sándor Kláráig. Szilágyi Zsófia révén pedig Móricz Zsigmond és Szeged sokszínű kapcsolatába pillanthattak be élményszerűen.